Sziasztok, Macukai vagyok, ez pedig itt a Fun Fact-ek az Umbrella Academy-ről. Remélem, hogy hallotok majd egy csomó új dolgot, amit eddig nem tudtatok. Ha legtöbbet már tudtátok, akkor nagyon jók vagytok, mert ez azt jelenti, hogy ti is órákat töltöttetek azzal, hogy megnézzétek az interjúkat a színészekkel. Good job! Kezdjünk is bele! Az Umbrella Academy eredetileg egyébként film lett volna, de nem tudom pontosan az infókat, hogy nem tudtak megegyezni az Universal-al, vagy csak utolsó pillanatban lett az egész kaszálva, de végül sorozat lett belőle. Mondjuk be őszintén, ezt nagyon jól tették, mert ha ennyi információt kaptunk volna egy másfél óra alatt, mint amit ez alatt a két évad alatt, akkor felrobbant volna az agyunk. Gerard Way a turnézás közben írta egyébként az Umbrella Academy-t. Az előző videómban elmondtam, ha nem láttátok, itt is elmondom, hogy Gerard Way egyébként a My Chemical Romance-nek az énekese, és miközben ő ült a kis turnébuszon, írta az Umbrella Academy-t. Yay! Köszönjük! Egy évad elkészítése nagyjából 18 hónap, szóval ezzel számoljatok onnantól kezdve, hogy bejelentik, hogy elkezdték forgatni az Umbrella Academy-t. Viszont ugye számoljatok azzal is, hogy most a korona miatt ki tudja, mikor tudják elkezdeni a felvételeket, illetve még hivatalosan nem hosszabbította meg a Netflix a szerződésöket velük a harmadik évadra, de valljuk be, amilyen híres lett a sorozat, szerintem nem kell attól félni, hogy nem lesz harmadik évad. Az első felvett szereplő egyébként Tom Hopper volt, aki Luthert játsza, az utolsó pedig nem más, mint Aiden, aki Five-ot játsza. Nagyon nehezen találták meg Five-hoz a megfelelő színész, mivel valljuk be, egy nagyon komplex karakterről beszélünk. Egy olyan gyerekre volt szükségük, aki mentálisan nem gyerek, és Aiden tökéletes volt erre a szerepre, főleg mivel a bemutatkozó videójában nem más mondott, mint azt, hogy ezért a szerepért ő ölni fog, ha kell. És innentől kezdve tudta Blackman, hogy ő a tökéletes színész Five-ra, főleg, hogy egyébként Aiden Gallagher egy óriási nagy Umbrella Academy fan. Szóval nem volt nehéz neki ezt a szerepet felvennie. Justin Minnek, avagy Bennek valamiért titkolnia kellett a karakterét, de még a családja elől is, emiatt senki nem tudta azt se, hogy kit fog játszani, és még a trailerén is egy hamis név volt, azt hiszem Jake. Jake volt kiírva a trailerére, a szafosok pedig már vízből csak Rebekának nevezték őt. Bár Ellen Page nagyjából megtanult hegedűn játszani, amit egyébként nagyon tisztelek benne, főleg, hogy én játszottam két évig hegedűn, és tudom, hogy meddig jutottam az alatt a két év alatt, szóval azért respekt, hogy megtanult hegedülni, viszont a bonyolultabb részeket így sem ő játszotta, hanem egy másik zenész lány, aki egyébként 16 éves fiatal lány volt. Valljuk be, hogy az a lány egy zenei csoda. Diego egyébként a képregényben képes visszatartani a lélegzetét a víz alatt, de hogy így örökké nagyjából, viszont ezt kiszedték a sorozatból, amiatt, mert Blackman, vagy ő a director. Director, ja, tehát ő a director. Sokkal reálisabbra szerette volna a sorozatot, mint amilyen a képregény. Szóval ez így komplett kimaradt belőle. És ez szintén egy nagyon cuki fun fact, ami nekem nagyon tetszett, az pedig nem más, mint hogy a Luther és Allison közti tánc jelenetet az első évadban Ellen Page, avagy Ványa felesége koreografálta, ez szerintem tök aranyos. Mivel Aiden, avagy Five csak 15 éves volt, ugye? Igen, 15 éves volt a forgatás alatt, nem vehetett részt olyan forgatásokon, ahol rendes pisztolyt használnak, emiatt az olyan jelenetekben egy stunt double-t kellett használniuk. A Handler eredetileg egyébként egy férfi lett volna, de Blackman utolsó pillanatban úgy döntött, hogy ő inkább szeretné azt a színésznőt, mint Handlert, és nem pedig egy férfi. És így lett a Handler egy nő, és nagyon jól játszotta a szerepét. Justin Minnek, avagy Bennek valamiért meg kellett operálni az innyét a forgatás között. Van egy nagyon jó jelenet, amit én amúgy nagyon szeretek a sorozatban, amikor Ben azt mondja a családjának, úgyhogy persze ők nem hallják, hogy nagyon hiányoztatok. Szóval, mint kiderült, ez alatt ő körülbelül a száját nem tudta kinyitni annyira, még az operálás után volt. Szóval emiatt itt picikét látszik, hogy csak így beszél. Ez mondjuk kiábrándító, mivel az az egyik kedvenc jelenetem, de hát ez van. David Casaneda, nem tudom, hogy ejtik a nevét, David, avagy aki Diego-t játsza, egy nagyon pletykás ember, és volt olyan kedves, hogy véletlenül kirakta az egyébként szupertitkos Umbrella Academy 2 posztert Instagramra még azelőtt, hogy ez szabadott volna, és mesélte a színész, hogy hát kirakta ezt a képet ártatlanul, kapta e-mailbe, tetszett neki, gondolta, kirakja, majd következő pillanatban azt látta a telefonján, hogy 15 értesítés, meg 15 hívás, mindenféle üzenetek, hogy azonnal szedd le! Well done! Egy másik kedvenc jelenetem a sorozatban nem más, mint a csodálatos fingós jelenet a második évadban, amit még jobban megszerettem azután, hogy kiderült, hogy David vagy Diego képtelen volt felvenni azt a jelenetet röhögés nélkül, és ha újra nézitek azt a jelenetet, láthatjátok, hogy Diego végig röhög.
röhög, de olyan mértékig, hogy a csávó kiesett a szerepből, és látjátok, hogy nem Diego van ott, hanem David, aki képtelen felvenni a jelenetet, és csak röhög a háttérben, de egyszerűen egy idő után feladták, hogy felvegyék ezt a jelenetet rendesen, és berakták úgy, ahogy van. Szóval ott láthatjátok Diego teljesen kieső a szerepéből, random röhögben, mint egy 5 éves kisgyerek. És így még viccesebb az a jelenet. A másik kedvenc sztorim az Umbrella Academy-ről az nem más, mint az, hogy Justin, Mina vagy Ben nem tudta, hogy túléri a második évadot, és teljes egészében abban volt, hogy a Ványával közös jelenete az utolsó jelenete az Umbrella Academy-ben, ezért mindenkitől elbúcsúzott, és David, vagy Diego még picit bunkó is volt vele, és mondta neki, hogy na, nem jössz már vissza. És utána, pár nappal már a elbúcsúzás után, mindenki a kaszból kapott egy üzenetet. Ez a utolsó 3-4 oldal a évadból, enjoy! És bár először azt hitte Justin, hogy ezt csak elküldték neki, mivel rajta van az e-mail listán, elolvasta, és kiderült, hogy él! Miután kivisította magát, felvettem úgy egy pici kis videót Instagramra, amit most rakott csak ki, mert hát ugye nem rakhatta ki akkor, amikor ez megtörtént. Ott láthatjátok, hogy mennyire őszintén örül annak, hogy nem ez volt az utolsó forgatása. Szintén vicces fun fact a kajáról, amit a tagok esznek a forgatások alatt, az nem más, mint az, hogy mindenkinek megvan a maga kis diétája. Van, aki vegán, van, aki csak simán ilyen kis proteinőrült. Mindenkinek megvan a maga különleges diétája a kezbe, ezért nagyon nehéz volt ételt készíteni mindenkinek. És Robert nagyon nem is adta az egészet. Robert egyébként a Klaus játszó színész, ő mondta is, hogy nagyon nem volt finom, és nagyon kókusz íze volt. Ami szerintem a kókusz tej miatt volt, amit ugye rendes tej helyett használtak a kajákba, és ezért kókusz íze volt mindennek. Nagyon jót nevettem rajta, mert ja, nagyon sok mindennek kókusz íze van, ha kókusz tejet vagy kókusz tejszínt használsz rendes tejszínhelyet. Átérzem. És ha már úgyis felhoztam Klaus, vagy Robert Sheenent, Robert nagyon szeret random dolgokat hazalopni a szedből. Az egyik forgatás alatt egy random könyvet lopott haza Mária Antóniáról, nem tudom, hogy ez a magyar neve ennek a hölgynek, és azt mondta, hogy nagyon tetszett neki, és elolvasta. És erre pedig Justin azt reagálta, aki ugye bent játsza, hogy ő egyszer a Bennek a Jackie-jét szeretné hazahozni, ha majd már nem lesz rá úgymond szüksége a sorozatban, mert nagyon-nagyon megszerette, és nagyon amúgy tetszett is neki, szóval ő ezt szeretné egyszer hazahozni, de hát ő nem egy olyan ember, aki hazalopkod dolgokat, szóval ő nem tette meg. Következő fun fact pedig az, hogy a Luther alakító színész, az a Tom Hopper, az egyébként angol, és csak plusz fun fact, hogy a Klaus alakító színész, tehát Robert Sheenen pedig Irish, ír, szóval ő pedig ír. Na de mivel ugye a Luther alakító színész angol, nagyon nehezére esett átváltani az amerikai angolra. Ebben egyébként a segítségére volt az Alicent játszó színésznő, akinek Emmy a neve, ha jól emlékszem. Ja, szerintem Emmy a neve. És csomószor kért segítséget tőle, illetve együtt mentek el folyton vásárolni, és akkor Tom vitte a kis táskáit, szóval ők amúgy nagyon jóban vannak a színfalak mögött. És a Bent alakító színész, illetve a Lailát alakító színésznő sosem találkoztak a forgatás alatt, mert ugye Ben pont meghalt, mire Laila összekerült a többi Umbrella Academy taggal. Viszont egyszer találkoztak egy kávézóban, és akkor Laila, vagy hát nem tudom hirtelen, azt hiszem Rituária a neve a színésznőnek, tehát Rituária, oda ment Justinhoz, hogy Ben, és akkor Ben így visszaszólt, hogy Laila, és akkor végül csináltak egy közös szelfit, és beszélgettek egy picit. Szóval azért sikerült találkozniuk, bár ez magában történt, nem pedig a forgatás alatt. Ez egy első évados fun fact lesz most. Szóval amikor felvették a temetést, kegyetlen hideg volt kint, de hogy mínuszok voltak kint, és ha ez nem elég, még rájuk esett az eső is, ami szintén nem lehetett meleg, mert ha viszont langyos esőt öntöttek volna rájuk, akkor ugye pára keletkezett volna, és akkor párás lett volna, tehát egyértelműen lebuktak volna, hogy ez nem igazi eső. Szóval, ha nem elég, hogy alapjáraton fagy volt, még mellé hideg eső csöpögött rájuk. Őszintén sajnálom őket. És bár ezt nagyjából már elmondtam, azt hiszem, pár sorral ezelőtt, az pedig nem más, hogy ugye Aiden Gallagher egy óriási nagy fanja az Umbrella Academy-nek, és ő nagyon durván elő is készült a forgatásra, és egyszerűen úgy volt vele, hogy mindenképp meg kell szereznie ezt a szerepet, ha belehal akkor is, és hál' Istennek, hogy ő kapta meg, mert tényleg nem tudok elképzelni jobb színészt erre a szerepre, mint őt. A Herbert alakító színész, ugye ő volt a kis cuki emberke a commissionbe,
Az első évadban Pogónak a test színésze volt, úgymond, és a kispogónak is volt egy színésze, az pedig nem más volt, mint egy fiatal atléta lány. Biztosan mind emlékeztek arra a jelenetre, amikor Ben beleszállt Klausba, ugye a második évadba. Na, amit erről a jelenetről tudni kell, az az, hogy Robert folyamatosan Justinnak a nyakára járt, és nézte, hogy jár, nézte, hogy beszél, utánozta, hogy beszél, és tényleg szétidegelt a másik színész, mivel nagyon jól szerette volna eljátszani azt, hogy benne van Ben, mert ugye azt nem tudták másképp felvenni, csak úgy, hogy maga, tehát a Klaust játszó színész játsza el Bent benne. Szóval ez volt a legkönnyebb opció erre, és hát, ja, a Bent alakító színész nem volt miatta boldog, kifejezetten idegesítette az egész, főleg az utánozás, az a tényleg nagyon idegesítő lehet, meg gondoljátok el, amennyire megöli az önbizalmatokat, hogy valaki jár utánatok, és minden apróságot, amit furán csináltok, az eljátsza. Hát én szerintem elsírtam volna magam. Ez pedig nem is fun fact, hanem hát végül is fun factnek számít, azaz, hogy lett volna egy bónusz jelenet az évadnak a végén, amiben Klaus összehívja a környékbeli szellemeket, és kérdezgeti őket, hogy hol van Ben. Tehát meg akarja találni Ben, hiányzik neki Ben, csak végül valamiért kihagyták ezt a jelenetet, amit nem teljesen értek, mert szerintem egy tök király jelenet lett volna, de mindegy. De végül is így is kaptunk elég sok kedvességet a végén, szóval nem is baj, hogy ez kimaradt. Meg végül is elméletileg Klaus tudatában van annak, hogy Ben meghalt. Szóval végül is nem lett volna értelme annak a jelenetnek túlzottan. Szóval megértem, hogy kihagyták, de ja, volt egy ilyen jelenet, fel is van véve, csak nem került bele végül a sorozatba. Lehet majd pár hét után egyébként fel fogják rakni Instagramra, csak úgy, mert miért ne, valljuk be, sokan megnéznék azt a részt. Ja, és ezek írjatok nekik Instagramon, hát ha kirakják azt a jelenetet, szerintem az egy tök jó ötlet. És ennyi volt a fanfact videó, elméletileg 25 darab fanfactet mondtam el ebben a kis videóban. Remélem, hogy élveztétek és megtudtatok valami újat. Én most megyek megbeszélésre. Szóval legyetek jók és találkozunk a következő videóban, akármi is lesz az. Ha akármi plusz fanfactet tudtok, írjátok le kommentekbe a többieknek. Az hiszem ennyi. Sziasztok!